A világbajnok 5 tusázó a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én azt mondtam itt a híradó végén, amikor Gajdos Tamással beszélgettünk arról, hogy mi lesz majd az egyenes beszélben, hogy én arról szeretnék beszélgetni, hogy az hogyan van, hogy mi mindig nyerünk, hogyha nyer valaki, és mindig ő veszít, amikor veszít valaki. Mindig jaj, szegény, hogy sajnáljuk őt, és mi vagyunk az olimpiai bajnokok, mi így együtt, hogyha valaki győzni tud. Miért van az, hogy eljutottunk oda, hogy a riói olimpián olyan versenyzők, akik csak negyedikek lettek, a világ negyedik legjobb sportolói, elnézést kérnek a szurkolóktól, a tévénézőktől. Hogy jutottunk idáig? Talán ez mindig benne volt, hogy mi csak a győzteseket szeretjük, ami valahol a sportnak a része is, hiszen ugye egyetlen győztes van, az összes többi valahol vesztes, bár teszem hozzá, ugye a saját maga mércéje szerint mindenki lehet nyertes. Egyéni csúcsot úszik, egyéni csúcsot fut, éppen adott pillanatban az mire elegendő, az arra elegendő. De ez nyilván azért van, mert másképp látja belülről egy sportoló, másképp éli meg az adott szituációt, és másképp látja otthon a szurkoló a televízió előtt. A sportoló ugye szokták mondani, hogy elveszíti a döntőt, megnyeri a bronzérmet, árnyalati különbségek vannak. És az a sportoló, aki az élete versenyére úgy utazik ki, hogy az élete legjobbját szeretné megvalósítani, elérni, az bizony nyerni szeretne. És ha ez nem sikerül, akkor szomorú. Na de ő csak önmagának tartozik el számolásra. Abszolút, ez így van. Esetleg az edzőjének, akivel együtt dolgozta végig azt az időt, és aki vele küzdött adott esetben sokat. Esetleg a családjának, akik rengeteg áldozatot hoztak azért, hogy ő egy olimpikon legyen a legnagyobb sportolók egyike. De nekem, aki ülök otthon a sörömet szorongatva a tévé előtt, és mérges vagyok, hogy ő nem nyert, mert képes vagyok mérges lenni, hogy ő nem nyert. Hát látjuk ezeket a bejegyzéseket a Facebookon, micsoda indulatokat váltott ki egy-egy vereség, a vízilabda válogatott szereplése. Nekem nem kell, hogy elszámoljon. Én büszke lehetnék arra, hogy ő ott van. De nem, de a szurkoló már csak ilyen. Hát ezt ugye látjuk minden csapatjátékban, és most már ezt úgy látszik, hogy az egyéni sportokra is egyre inkább rávetül, vagy vannak olyan szurkolók, akik ugyanígy gondolkoznak egy egyéni sportolónak a sikere vagy sikertelensége kapcsán. Érdemes ütni azokat, most idézőjelben nyilván, akik nem tudták megtenni azt, amiért elindultak, akik nem jutottak dobogóra, akik nem úszták meg életük legjobbját, akik hazajöttek, mert úgy érezték, hogy a következő versenyszám többet árt, mint használ nekik emberileg, a pályafutásoknak szakmailag, ugye volt ilyenre is példa. Érdemes erre megjegyzéseket tenni? Én biztos, hogy nem ütöm őket. Tehát aki végigcsinál egy ilyen felkészülést, az pontosan tudja, hogy mi miért történt. Ha valakinek nem sikerül, az tudni fogja, hogy hol hibázott. Mi volt az, ami miatt neki nem sikerült a legjobbját teljesítenie. Ráadásul ez neki a legnagyobb dráma. De hát én tudom magamról, hogy amikor én olimpián voltam, és nekem nem úgy sikerült a lövészetem, ahogy szerettem volna, vagy nem úgy sikerült a vívásom, ahogy szerettem volna, annak megvoltak az okai, nem is egy több oka volt, de mégis nekem fájt a legjobban, hogy én nem tudtam úgy megoldani a feladatot, ahogy szerettem volna, ráadásul akkor még ugye ezzel egy csapatot is kvázi hátráltattam. Na, ha már a sportágot, az öttusát említette. Hol bicsaklott meg egy kicsit a magyar öttusa? Ugye mi ahhoz voltunk szokva, már megint ugye a szurkoló szokásai, hogy hát a magyar öttusázók azok ott vannak az élbolyban mindig. Tehát nem azért szurkolunk, hogy bekerüljön a 10-be vagy a 20-ba, hanem hogy dobogós lesz-e és hoz-e érmet. És hát azért ezzel eléggé rendesen el voltunk kényeztetve, most meg nem. A tréfás kedvemben lennék, akkor azt is mondhatnám, hogy most is ott voltunk, mert ugye a Esposito hölgy, aki nyert, az Magyarországon készül 2 éve, és magyar edzője van, magyar lovas edzője van. Tehát csak nem honosítottuk, ezt az egy hibát követtük el. Igen, de azt tudni kell az öttusáról, különösen az egynaposról, hogy azért ez nem egy kiszámítható sport. Ez nem olyan, mint amilyen régen volt, hogy ha volt egy ország, mint a magyar, meg mondjuk annak idején még a szovjet, hogy volt 3 jó versenyzője, akkor az viszonylag biztos érmes volt csapatban. Ugye most nincs csapatverseny az olimpián, itt kezdődik. Ugyanakkor van egy nagyon nagy rohanásos egynapos verseny, bocsánat, most már 2 napos, hiszen van egy alapvívás, ahol én azt gondolom, hogy mondjuk egy olyan 10-15 ember közül biztosan mondhatjuk azt, hogy bárki nyerhet. Sőt, vannak még sötét lovak is. Tehát majdnem olyan, mint a vívásban, hogyha valaki kifog egy tényleg jó napot, sok jó vívó van, valaki kifog egy tényleg jó napot, az végig tudja vívni, végig tudja verni aznap az egész mezőnyt. Hát és megalapozza a folytatást. Megalapozza jó pontszámmal indul.
Tehát ilyen szempontból az Öttusának a kudarc vagy siker megítélését azt én nem tudnám nagyon egyértelműen megmondani, különösen nem innen ebből a karosszékből. Tehát azért ezek a fiúk nagyon sokat dolgoznak, meg a lányok is természetesen kiváló eredményeket értek el. Kovács ugye világbajnokként vagy világbajnoki címvédőként utazott, tehát bizonyos értelemben persze jogos ez az elvárás, sportági tradíciók, egyebek, de ez az Öttusa azért már kicsit más. Ugye ez egy nagyon nehéz dolog, mert hogyha az egyéneket nézzük, akkor a cselgáncs ökölvívás birkózás esetén is el lehet mondani, hogy hát ki nyilván megtette a magáit. A felkészülésében biztosan, ott az olimpián mindenki másképp viselte azt a terhet, amit ráhárult, ezt lehetett olvasni, és volt, aki ki is fakadt emiatt. De a három szövetség összességében azt gondolom, hogy kudarcként kell, hogy értékelje a saját szereplését, ami azért figyelmeztető, mert ezek is olyan sportágok voltak, ahol jó eredményt vártunk, és ezek az eredmények elmaradtak. Volt, amikor bírói belenyúlás, mondjuk ki csalás okán, de alapvetően azért erre nem foghatjuk. Kellene itt valami szembenézés, valami őszinte beszélt, hogy valami nem stimmel? Jó, egész biztos, és ezt nagy valószínűséggel a szakemberek, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság meg is fogja tenni. Ugye az Olimpiai Bizottságnak minden ilyen világesemény után van egy elszámolási, elszámoltatási, csúnya szó kötelezettsége, ahol természetesen a sportági szakemberekkel összeülnek, és megnézik, hogy mi volt a siker oka, mi a kudarc oka, hol lehet előrelépni. Ezt most is meg fogják tenni. Kétségtelen tény, hogy ebben a három sportágban többre számítottunk, de talán ez az a három sportág, ahol leginkább dominál az a típusú sportpolitikai összefonódás, ami jellemzi ezeket. Ugye egy balkáni ex-utódállami sportágról van szó, ezek dominálják ezeket a sportágakat, és ott azért, tehát finoman fogalmazva is, patika mérleggel osztják az aranyakat, meg az ezüstöket. Hát kinek nem volt még közületek, és akkor majd lesz. Igen, ezt láttuk. De hát ezek a sportolók, meg a mi szövetségünk, a sportági, az erre készült, pontosan tudják. Tehát erre utólag hivatkozni, igen, az azért inkább kínos. Én a problémát inkább, ha már problémát keresünk, abban látom úgy összességében, bár nem keresek én problémát, csak abban látom, hogy bár ugye az olimpiai sportágnak a támogatása az 2013-14-től lett jelentős, aminek Isten igazából egy-két év alatt még nem biztos, hogy érződnie kell az eredménynek. Talán Tokióban először. Talán Tokióban, vagy még inkább 2024-ben. De azért van nekünk már több mint 10 éve egy Herakles programunk, ahol az utánpótlást próbáljuk kellőképpen föltérképezni, és megfelelő mederbe terelni, finanszírozni, vagy meggátolni azt, hogy 18 éves kor után a gyerekek feltétel nélkül dönteniük kelljen, hogy most akkor tanulok, dolgozni megyek, mert a családnak kell a pénz, vagy pedig sportolok tovább kedvemre. És Isten igazából azok a gyerekek nem látszanak, akik ebből már ki kellett volna öregedjenek. Tehát ugye olyan versenyzők érték el a sikereket, akik már azért régebb óta rutinos versenyzők. Talán náluk számíthattunk is bizonyos sikerre, vagy viszonylag nagyobb biztonsággal számíthattunk sikerre. Én ezt abban látom, hogy azért egy nagyon furcsa fordított piramis, ami kialakult itt Rio után. Ugye 8 aranyérmünk van egy harmadik, egy negyedik helyünk, gyönyörű, szép, de hogyha megnézzük a negyedik, ötödik, hatodik helyet, akkor a józan ész azt gondolná, hogy ugye hát nyilván ugye abban kéne a legtöbb legyen. Hát ott a tömeg. Ott a tömeg. Hát nincs tömeg és a sport. Ugye összesen van, azt ha jól emlékszem, 10 darab negyedik, ötödik, hatodik helyünk. Hát kevesebb egy pontot darab, szereztünk, összesen egy darab hatodik mint helyünk az elmúlt két olimpián. Az tehát ez mindenképpen egy figyelmeztető és elgondolkodtató jel. Már azt mondom, hogy mondjuk 1976 óta egy 40 éves távlatból tendencia, egy lassú, lefele mutató tendencia. Miközben ott vannak a csillagok, ugye hosszú, vagy igen, éppen Donutájék, mert hát nem ő egyedül, igen, nem Kozák Donutája egyedül. És mindig is lesz, és ez csodálatos dolog. Viszont mennyire nyomta rá a bélyegét az olimpiai szereplésünkre az, hogy nincs csapatjátékunk?
Tehát a vízilabdán kívül egyetlen csapatsportágban sem voltunk jelen, a röplabdások gyakorlatilag szinte soha, de a kézilabdához hozzá voltunk szokva, hogy valamiért, valakikért lehet szurkolni. Hajdanában a focihoz is nagyon régóta nem vagyunk ott. Azt gondolom, hogy ezek a sportágak, ezek nekünk, akik a látvány sportágakhoz vagyunk szokva itt, főleg Európában, nekünk ezek nagyon hiányoznak. Mindenképpen már csak azért is, ugye, mert egy-egy csapatjátékért, vagy egy csapatért, amelyik részt vesz az olimpián, két héten keresztül lehet szurkolni. Tehát más egy olyan olimpia, ahol mondjuk Londonban is ugye kézilabdázó fiúk, lányok, nem, lányok nem voltak. Lányok nem voltak. Sajnos kézilabdázók, már nem fiúk, voltak. És ugye a vízilabdázók, három csapat volt jelen, vagy korábban, amikor mondjuk Atlantában a labdarúgók is ott voltak. Hát most már csak a vízilabdázók. Ez egy más, most ugye csak a vízilabdában bízhatunk, és hát ott is nüanszokon látszik, hogy nüanszokon múlnak a dolgok. Ami ugye a politika reagál, most kifejezetten Orbán Viktorra gondolok, az mennyire olaj a tűzre, amikor arról beszél, hogy 8-szor győztük le a világot? Már hogy így mi? Meg hogy a férfiak hát olyanok, amilyenek, mert hogy a nők szerzik az aranyérmeket, és ideje, hogy a magyar férfiak magukban nézzenek egy kicsikét. Hát biztos felborult a principium, ezt értem, tehát nő nem a fakanál, hanem az aranybányában van, de akkor is politikának ebben mindenképpen meg kell szólalnia? Hát, hogy meg kell-e szólni, azt nem tudom, ilyen szempontból én nem vagyok egy politikai kommunikációs szakértő, de mondjuk az kétségtelen tény, hogy a 21. század olimpiai sportja az már elképzelhetetlen állami támogatás nélkül. Nem csak Magyarországon, a világon mindenhol. Hogyha belegondolunk, hogy Olaszországban már több mint 40 éve állami bevételből, lottó bevételből finanszírozzák az olimpiai sportokat, akkor ugyanabban a cipőben járnak, mint mi. Anglia 1996-os kudarca után, amikor egy darab olimpiai aranyérmet nyertek, kudarca után döntött úgy, hogy kérem szépen álljon meg a gyalogmenet, ezt át kell gondolni, mert ez így nem működik, és ők is azt mondták, hogy a nemzeti lottóból, ami szintén egy állami bevétel, lemondanak egy jelentős részéről, és az olimpiai sportágokba fordítják. Sőt, így lett a londoni olimpia is, mert ezzel függött össze, hogy pályázni akarnak. Pályázni akarnak. Ők azt mondták, hogy bizony a népesség egészségének, az általános emberi jólétnek szerves része a testmozgás, és ehhez viszont példaképek kellenek, illetve létesítmények kellenek. És elkezdtek egy nagyon komoly programot végrehajtani, nagyon szigorúan, nagyon komoly programot végre. Na, de akkor mi elég nagy bajban vagyunk, ugye nálunk ebből az úszás az, ami tömegesíthető, mert sem a vívás nem tömegsport, sem a kajakkenu nem az. Pillanatnyilag így állunk, igen, de például úszás Angliában nem nagyon létezett. Tehát ugye Angliában a futballon, a rögbin, és mondjuk az atlétikán és a teniszen kívül, ugye meg a golfon kívül, bocsánat, más egyéni sportág, meg csapatsportág nem nagyon létezett, ezek ugye mind professzionális sportok, és az összes olyan sport, ami, ja még a profi ökölvás, az összes olyan sport, ami ugye klasszikus értelemben véve amatőr vagy olimpiai sportág, azok náluk nem léteztek. Ezzel szemben most ugye odáig fejlődtek hirtelen, hogy másodikok lettek az éremtáblán, ami azért elég döbbenetes. Nálunk egy hasonló program indult. Nálunk nem a lottó pénzt nevezik ennek, ugye nem egyrészt a csapatjátékoknál a társasági adó, másrészt pedig ugye egy kiemelt olimpiai sportági támogatás van 2020-ig. Hogy ennek milyen lesz az eredménye, azt nagy valószínűséggel ugye 2020 után lehet majd megmondani. A budapesti olimpián? Hát ez már 24-ben, én 2020-at mondtam, de addig ugye ez jövőre majd eldől, hogy lesz-e 24 Budapesten, vagy nem lesz 24 legyen. Budapesten. Én a magyar abszolút, sportnak kellene? Én abszolút olimpia hívő vagyok, nem is lehetek más szerintem egykori olimpikonként. Ráadásul azt gondolom, hogy azzal a viszonylag nem túl nagy közgazdasági ismerettel, ami nekem van, azért ez egy kivitelezhető dolognak látszik. Legyen igazam. Köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm.